Sziasztok, üdv a csatornámon! A mai videóban megmutatom nektek a második részét a hálószoba átalakításomnak. Ha nem láttátok az első videót, akkor nézzétek meg, ide fel fogom nektek rakni, és aztán pedig gyertek vissza ehhez a videóhoz. Lássunk is neki! Említettem az előző videóban, hogy szerettem volna egy könyves polcot csinálni az iroda részhez, az asztal mellé, szóval vettem fa anyagot, amiket először lefestettem ugyanazzal a színnel, amit használtam az iroda részben. Így a könyves polc teljesen beolvad a falba. Miután megmértem mindent, elkezdtem a darabokat szétvágni egy fűrésszel. Ez a kis rész a polctartó, és ide kellett helyeznem. A polcok 15 cm szélesek és 60 cm hosszúak. Elég szörnyen tudok elmagyarázni dolgokat, szóval amit csinálok itt, az az, hogy az egyik oldal lécet ráhelyeztem a polcra, körberajzoltam, hogy tudjam, mennyit kell kivágni. Aztán ráhelyeztem a polcot a másikra, szóval tudtam pontosan, hogy mennyit kellett kivágnom. Szóval így fog kinézni, talán így jobban látjátok, mi lesz ebből. Szóval a polc a két léc közé megy, és a másik kettő léc megy a polc másik oldalára. Megmértem, hogy hova fogom rakni a polcokat, és egy ceruzával rajzoltam egy vonalat azokra a részekre. Egy nagyon erős ragasztót használtam, hogy hozzáragasztom a polctartókat a lécekhez. Szóval így fog kinézni, ezen a ponton már csak az oldalléceket hozzá kellett ragasztanom a polcokhoz. Ez a ragasztó nagyon erős, de azért használtam a hátoldalon csavarokat, hogy biztosan egyben maradjon a szekrény. A vágás és a csiszolás után persze lejött némi festék, szóval újra festettem azokat a részeket. Akartam egy fém merevítőt rögzíteni a hátoldalhoz, de persze törve érkezett meg, szóval csak a felét használtam, és végül is megtartja a szekrényt. Elől két polchoz hozzáragasztottam támasztékokat, ha így hívják, hogy ne essenek le a tárgyak, amiket majd ráteszek a polcokra. Kitöltöttem a réseket, majd csiszolás után lefestettem. Határozottan nem tökéletes, de ahhoz képest, hogy először csináltam ilyet, szerintem elég jó lett.
beperegtem a helyére, és már csak el kellett kezdenem ráhelyezni a tárgyakat. Eléggé szörnyű a világítás, bocsánat érte, nagyon boros idő volt, úgyhogy csak a sima lámpát használtam. Amikor egy könyvespolcon szeretnél szépen és esztétikusan elhelyezni dolgokat, akkor javaslom, hogy szimplán kezd ráhelyezni a polcokra a tárgyakat, és lépj hátra egyet, hogy megnézd, tetszik-e az összhatás, ha nem, akkor egyszerűen rakd át más helyekre a könyveket, tárgyakat, stb. Addig, amíg tetszik. Ezen a könyvespolcon akartam a fényképezőgépeimet, meg egyéb kiegészítőket, könyveket tárolni, az alsó polcra helyeztem az állványokat, fotós háttereket. És így néz ki, nagyon tetszik a végeredmény. Most pedig vissza a szoba többi részének a berendezéséhez. A cipőimet és néhány dolgokat, amiknek nincs máshol hely, ezekbe az ikás cipős dobozokba helyeztem. Végül is mennek a szobához, mert fehérek, és nem látom értelmét más dobozt venni. Szóval tudtam, hogy kell egy éjjeli szekrény, de mivel nem sok helyem van, csak ezt a gyerek fellépőt vettem, ami tökéletesen megfelel a célnak. eBay-ről rendeltem ezeket a képkereteket, két kicsi megy az irodába, és kettő nagy az ágy fölé. Decennióból rendeltem posztereket, ez volt az első alkalom, hogy tőlük rendeltem, és igazából nagyon meg vagyok elégedve a minőséggel. Szerintem szállítanak világszerte, szóval Magyarországra is. A számítógépem mellé helyeztem a Yeti mikrofonomat, amit minden nap használok, és egy gyönyörű zara vázát néhány virággal. Ezt a nagyon szép széket helyeztem az asztalhoz, ami nagyon jól megy a szoba színeihez, és kényelmes. Szóval a szoba elkészült, és most elmutatom nektek a végeredményt. Hogy is kell ezt így? 3, 2, 1... Thank you.
Szóval ennyi lett volna mára, ha tetszett a videó, akkor kérlek lájkoljátok és iratkozzatok fel a csatornámra. Ne felejtsetek el a csengőre kattintani, hogy ne maradjatok le egy videóról sem. És találkozunk a következő videóban. Sziasztok!